És kis Máté. Szia, babám. This is Máté. Ő a kis Máté. Please don't cry. You want to see Krista Nini? Oh my goodness, yes. Oh. Siesta. Oh. What a doll right here. Hát, gyönyörű. And as you know, and if you're new here, we'll explain that we like to bring our children before the Lord. Jesus said, let the little children come to me. Ugye, ha esetleg új vagy, és nem tudod, hogy miért, mit teszünk most, Jézus azt mondta, hogy hozzátok, engedjétek hozzám a kis gyermekeket. And to pray for them. Azért, hogy imádkozzon értük. Pray for Mate's parents. Úgyhogy mi is ezt tesszük. Imádkozunk a kisbabákért, imádkozunk a szüleikért. And so would you join me as we pray for little Mate? Úgyhogy kérlek, csatlakozzatok hozzám, ahogy a kis Mátéért imádkozom. Oh, he's so strong. Nagyon erős. Yeah, you're strong. Yeah, I can. Yeah, yes, you are. Yes, you are. Yes, you're very strong. And busy. Okay. No. Imádkozunk. Father, thank you so much for this gift that's from you. Uram, annyira köszönjük neked ezt a kis ajándékot, amit te adtál. I want to pray for Tibi and Kata that you would strengthen them. És imádkozom Tibiért és Katért, hogy te erősítsd meg őket. I pray that you would give them wisdom, Lord. Adj nekik, Uram, bölcsességet. I pray that they would, Lord, have your grace in parenting. És hogy add meg nekik a te kegyelmedet, ahogy ők szülőként nevelik a gyermeküket. We pray for little Mati. És imádkozunk a kis Mátéért. Lord, just as you said, let the little children come to me. Here we are, Lord. We're wanting to bring him to you. És Uram, te mondtad, hogy hozzátok, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, és Uram, így hozzuk most őt eléd. We pray, Lord, that this little guy would grow up and he would love Jesus. És azt kérjük, Uram, hogy ahogy kis Máté felnő, ő megismerje Jézust. That his life would be dedicated to your purposes. Hogy az ő élete odaszántan a te céljaidra legyen. Protect him, Lord. Kérjük, hogy őrizd őt meg. Lord, cause your love to just pour over him. És a te szeretetedet árazd rá. We just thank you, Lord, for these gifts that you've given to us. Köszönjük neked a gyermek ajándékát. Bless him, Lord. Kérjük, hogy áld meg őt. Pour out your Holy Spirit upon his parents. És öntsd ki a te szent lelkedet a szüleire is. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. Let's see this again. Is he adorable? Yeah. I know. He's going to be playing the piano real soon. So worried. Hát egy kicsit aggódó arc kifejezése volt. I love that. That's great. All right. Well, would you take your Bibles, please, and turn with me to 2 Corinthians chapter 12. Tehát fogjátok, lapozzatok a Bibliátokba, a Korintusiakhoz írt második levélhez. And we are going to finish chapter 12 today. És ezt a 12. fejezetet most be is fogjuk fejezni. And while you're turning there, I'm gonna just to let you know, I'd love for to have your prayers. I'm gonna be gone for a couple Sundays. És amíg odalapoztok, szeretném kérni azt tőletek, hogy imádkozzatok értem, mert egy pár vasárnap most nem leszek itt. Again, I'm gonna be teaching at a pastor's conference in Israel. Izraelbe egy pásztoroknak szervezett konferencián fogok tanítani. Tudom, sanyarú sorsom Somebody van. Has to do it. Nehéz élet, de hát valakinek ezt is el kell végeznie. But what I'm really excited about, and this is where you can really pray, is we're going to be doing one on the Israeli side, and then another one on the West Bank side. Tehát amiért nagyon kérlek, hogy imádkozzatok, hogy Izraelbe, Jeruzsálembe lesz egy konferencia, de aztán a palesztin oldalon Gázában is fogunk tanítani. Gázában? Nem Gázában, it's a little bit veszélyes right now. Tehát palesztin területen is fogunk. My wife wasn't going to let me go to that part. Igen, arra Joy nem is elengedni. Tehát az ottani keresztény vezetőknek is megtartják ezt a konferenciát. We were actually watching the news while I was on the phone with the guy who was inviting me. And he's like, and we're going to go into the West Bank. I'm like, yes, I'm going to the
the West Bank, and she's watching on the news, you know. Tehát amikor beszéltem a szervezővel, és mondták, hogy ott abban a régió közelébe megyünk, így nagyon megörültem. Persze Pontjoy nézte a híreket, és ott ilyen különböző konfliktusokról számoltak be, de máshova megyünk. But I'm really excited because we're going to be able to minister to pastors who are ministering in the West Bank. Tehát az a különleges, hogy ott ezen a konferencián olyan pásztorok fele tudunk szolgálni, akik pontosan ezekben nagyon konfliktusos területeken szolgálnak. This isn't a Golgotha event. This is with a man by the name of Joel Rosenberg. He's a well-known author, a Christian author. Tehát ez nem egy Golgotás szervezés, ezt egy nagyon híres szerző, Joel Rosenberg igen. Szervezi. So at any rate, you have a great lineup of teachers that'll be teaching here in my absence. Tehát amíg én nem leszek, nagyszerű tanítókat sorakoztattam fel, úgyhogy ti is jól fogtok járni. Okay, I gave you lots of time. Are you there? Most már elég időt kaptatok, kinyitottátok a 2 Korintus 12-ben. Some of you are on your phone, you're like, igen, pink. Okay. Egyesek a telefonjaikon nagyon gyorsan oda. Okay, we've been looking last week for me and I think for the book, it's the pinnacle of 2 Corinthians. Múlt héten láttuk, ami a levélnek az egyik a fő csúcspontja, és számomra is ez egyik legszebb része ennek a levélnek. It's what I believe the entire book of Corinthians was building towards. Ami szerintem a fő mondani valója az egész levélnek, és ami fele a levél építkezett. And that is that there is strength in our weaknesses. Ami pedig az, hogy igenis a gyengeségünkben erő van. And this is really what Paul has been building towards the entire letter. We looked at all that last week. Pál ezt akarta felépíteni végig a levelében, és erről elég sokat beszéltünk múlt héten. God is not working to make you stronger. Isten nem azon munkálkodik, hogy téged még erősebbé tegyen. This is not his goal. Ez nem az ő célja. He is keeping us weak. Ő megtart bennünket gyengének. So that he can be strong in us and through us. Azért, hogy ő lehessen erős bennünk és rajtunk keresztül. It's a misnomer to think that God is trying to build strong Christians. Egy hamis elképzelés azt gondolni, hogy Isten nagyon erős keresztény embereket akar felépíteni. He's building weak Christians. Ő gyenge keresztényeket formál. Who will rely upon him? Akik hajlandóak ráhagyatkozni. And thus experience his strength, his power through our weaknesses. És ezáltal megtapasztalhatják az ő erejét maguk az ember magában és ahogy rajtunk keresztül munkálkodik. Corinth was struggling from a mixture of carnality and false teaching. A korintusiak mind a testiesség, mind a hamis tanítások miatt küzdöttek. And they looked at the apostle and saw his very obvious weaknesses and frailties, and this to them was the sign that God was not with him. Láttuk az apostolnak a gyengeségeit, mindezokat a dolgokat, amikben törékeny volt, és ezt a korintusiak inkább a gyengeség jelének látták, mintha Isten nem lenne vele. These false teachers were those who would boast about their experience, their knowledge, their understanding into the mysteries of God. Ezek a hamis tanítók, akik jöttek, azzal dicsekedtek, hogy milyen tapasztalásaik, milyen bölcsességük, milyen mélységes belátásuk van Isten rejtelmeibe. And so since chapter 10, Paul has been boasting about his own ministry so as to kind of prove these guys to be wrong. A 10. fejezet óta Pál a saját szolgálatával dicsekszik, mintegy, hogy bebizonyítsa, hogy mennyire hamisak ezek a tanítók. And so Paul, but he turned the whole idea of boasting on its head. He turned it upside down. De a dicsekvést teljesen más értelemben használja Pál. Paul boasted in his weaknesses. Ő a gyengeségeivel dicsekedett. Now they were claiming knowledge into the things of God. Paul says, I have that. Ők vallották, hogy milyen nagy ismeretük van Istenről, és Pál mondja, hogy ez nekem is megvan. They were claiming great visions from God, and Paul said, I have those. Ők azt hirdették, hogy milyen kijelentéseik vannak Istentől, és Pál mondja, hogy ezeket én is kaptam. And so he was, you know, equaling any boasting they had, he could match it. Tehát bármilyen dicsekvéssel is jöttek ők, Pál ezt ugyanúgy fel tudta mutatni. But his greatest area to be able to boast in was that he was weak. De a legnagyobb dolog, amivel dicsekedett, az a gyengesége. Because he knew that in his weakness God would be strong through him. Mert tudta, hogy a gyengeségében lehet aztán Isten igazán erős az életén keresztül. And this was an anomaly to these false teachers. Ez egy teljesen ellentmondásos dolog, vagy egy anomália volt a hamis tanítóknak.
They thought weakness was the evidence that God was not with them. Szerintük a gyengeség azt jelenti, hogy az Isten nincs ott azzal az emberrel. Paul continues this into verse 11. A 11. versben tovább folytatja ezt a témát Pál. I have become a fool in boasting. You have compelled me, for I ought to have been commended by you, for in nothing was I behind the most eminent apostles, though I am nothing. Esztelenné lettem, ti kényszerítettetek rá. Nektek kellett volna ugyanis engem ajánlanotok, hiszen semmivel nem voltam alávaló a legfőbb apostoloknál, ha semmi vagyok is. Paul felt boasting was foolish, yet it was required of him in the situation that he found himself. Ő neki esztelen dolognak tűnt ez a fajta dicsekvés, de úgy érezte, hogy ők kényszerítik rá erre. In fact, Paul should have been commended by these Corinthians. Sőt, inkább az apostol vagy a korintusiaknak kellett volna ajánlaniuk Pált. They should have been defending Paul. Instead, they were opening the door and allowing accusations against him. Nekik kellett volna megvédeniük Pált, ehelyett megnyitották az ajtót ezekre a különböző vádakra, és amögé beálltak. You know, I really think this is the area where ultimately this is an area of friendship. Én azt hiszem, ez tulajdonképpen a barátságnak a témája is. You know, I think that if you were to look at a friendship in your life, ha fogsz egy barátságot az életedben, and you know, there's hopefully built trust, és remélhetőleg bizalom épült ki a barátságodban. So that if someone else were to go to your friend and say, oh, I heard about this person and I heard this bad thing and that bad thing and you know. They come to you. They go to your friend. And talk about you. Ha oda mennének a barátodhoz és elkezdenek mindenféle rossz dolgot mondani rólad neki. Hopefully your friend would be able to commend you or defend you and say, hey, no, I know that person is my friend. That's not true. I don't want to talk about these things. I love that guy. I love that gal. We're friends. Remélhetőleg a te barátod azt mondaná, ajánlana téged, megvédene téged. Azt mondaná, hogy én nem ilyennek ismerem, ez nem igaz rá, és én erről nem is akarok veled tovább beszélgetni. And if that weren't to happen, then you would begin to challenge that friendship, wouldn't you? Ha ez nem így történne, azért te is egy kicsit megkérdőjeleznéd azt a barátságodat. You would assume that you were closer to that person than obviously you were. Valószínűleg te közelebbének érezted a barátságotokat, mint amilyen valójában. But Paul says, guys, you should be defending me. És Pál ezért mondja, hogy nektek kellenetek engem megvédeni. Turn with me to chapter 3, verse 1 of 2 Corinthians. Lapozzunk a 2. Korintus levél 3. fejezetének első verséhez. Paul says in verse 1, do we begin again to commend ourselves, or do we need as others epistles of commendation or letters of commendation from you? Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek hozzátok szóló, vagy tőletek kapott ajánló levelekre? You are our epistle, written in our hearts, known and read by all men. A mi levelünk ti vagytok, amely beírva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Paul says, Corinthians, you are the proof of my ministry. És azt mondja Pál, hogy korintusiak, ti vagytok a bizonyíték az én szolgálatomra. So when these false teachers come in and say, oh, you know, who's Paul? Amikor tehát ezek a hamis tanítók jönnek és megkérdezik, ki ez a Pál? The Corinthians should have said, well, Paul's he's called by God. He's the one that built what God's doing in our midst. I mean, we stand by him, we defend him, we commend him, we're with him. Ők nekik azt kellett volna mondaniuk, hogy őt Isten hívta el, és az ő szolgálatának vagyunk mi a gyümölcsei. Mindannyian ő általa építettünk fel, és megvédik, ajánlják őt, és egységben vannak. And Paul, he's looking at them now back in chapter 12, and he's saying, you should be commending me. Ezért mondja itt a 12. fejezetben Pál, hogy nektek kéne engem ajánlanotok. You know, he started the church there. Ő kezdte ott a gyülekezetet. And they should be on his side. Az ő oldalán kellene, hogy álljanak. Believing the best about him and his ministry. A legjobbat feltételezve róla és a szolgálatáról. These, you know, and Paul says, in what way am I lacking from these most eminent apostles? És Pál megkérdezi, hogy mi hiányom van ezekkel a legfőbb apostolokkal szemben. In knowledge? No, I think Paul was pretty knowledgeable. A tudáson kevesebb? Pálnak azért elég nagy tudása volt. In visions? No, he had quite a few of those. Hogy nem volt elég látásom, vízióm Istentől? Hát neki volt egy pár. In fact, if we would say anything, it's that Paul's knowledge and his understanding of the things of God far surpassed almost anyone of that day. És ha mondhatjuk ezt, Pál tudása is, ismerete Istenről valószínűleg magasan felülmúlt a minden más ember abban a korban. And yet these false teachers, they were using their knowledge and their visions and all as a way of promoting themselves. De ezek a hamis tanítók a tudásukat, a vízióikat arra használták, hogy a saját szolgálatukat, hogy magukat építsék. You know,
Look, I had this vision. I just, you know, and look at me. Notice me. See how great I am. Hogy nézzétek, én mit kaptam Istentől. Én mit tudok Istenről. Én. And this was probably, yeah, I like that. This is probably one of the greatest areas where the two would be so different, in that Paul was never trying to draw attention to himself. És ebben tértek el ők nagyon egymástól. Pál soha nem önmagára akarta felhívni a figyelmet. In fact, after saying, I think I'm equal to any of the eminent apostles, he follows that with, though I am nothing. Though I'm nobody. Miután azt mondja, hogy én mindegyikkel egyenlő lehetek ezekkel a legfőbb apostolokkal, a végére mégis oda teszi, hogy bár én semmi vagyok. And I really believe, and I'm going to just divulge here for just a moment on this point, there's a great Christian dichotomy that exists that is important. Azt hiszem, van egy nagyon érdekes kettősség a kereszténységben. And that is that in one side we recognize that Jesus gave his life for us. Először is, ahogy felismerjük, hogy Jézus odaadta az életét értünk. God the Father gave his only son. Hogy az Atya Isten odaadta az egyetlen fiát. You are so valuable that God would give his own life. Hogy te olyan értékes vagy Istennek, hogy ő a saját életét odaadja érted. For God so loved you. Mert Isten úgy szeretett téged. There is no value, therefore, that could be placed upon your life. There's no value. You're priceless. Tehát ilyen értelemben felbecsülhetetlen értékű vagy, nincsen konkrét árad. And you can wear that with just tremendous encouragement. És ezt hatalmas bátorításként hordozd. I am God's special creation. Hogy én különleges, egyedi alkotása vagyok made Istennek. Made in his image. Az ő hasonlatosságára paid lettem for alkotva. By his blood. Az ő vére által fizetett értem. Purchased with his life. A saját életével vásárolt engem meg. I'm being prepared for heaven, and heaven is being prepared for me. Engem Isten készít a mennyre, és a mennyet készít Isten nekem. I am completely unique. Én annyira különleges és egyedi vagyok. It's absolutely true. És ez teljesen igaz. But here's the dichotomy on the other side, we're nothing. A kettősségében az, hogy a másik oldal meg, hogy mi önmagunkban semmik vagyunk. There is nothing in us that God would say, well, that is lovable. Nincs semmi bennünk, amire Isten ránézve azt mondja, hogy fú, ez aztán nagyon szeretni való. We have done nothing but proven throughout history and in our own lives, forget history, just look at your own life, that we are sinners who don't deserve the grace of God. Az egész életünk, a történelem bizonyítja, hogy az ember nem méltó, hogy mi nem vagyunk méltóak az ő, not worthy of God's grace. Isten kegyelmére. We are our very best, our righteousness is like a filthy rag. A legjobb formánkban is az igazságunk az olyan, mint a koszos rongy. There is no talent that you have that God couldn't make somebody more talented with. Nincs olyan tehetséged, amit Isten ne adhatna meg sokkal nagyobb mértékben valakinek. There's nothing in it. We are nothing. Tehát mi semmik vagyunk. We are a small part of the bigger plan of God. Mi egy aprócska részt vagyunk Isten hatalmas kép tervében. We're nobody. Senkik vagyunk. Have a great week. God bless Akkor you Isten áldjon benneteket, legyen szép hetetek. But herein is the truth. You're both. De ez az igazság, You're hogy both. Te mindkettő vagy. At the same time, right now. Most ugyanabban a pillanatban mindkettő we're igaz nothing. Rád, hogy semmik vagyunk. But we're priceless. De mégis felbecsülhetetlen értékünk van. We are special to the eternal God. És különlegesek vagyunk az örökkévaló Isten számára. But you're nobody. De senki vagy. Now I think that where a lot of unbalance comes for Christians is they tend to major in one of the two. Azt hiszem, akkor lesz egy keresztény ember élete egyensúlytalan, amikor valamelyik oldalt túlzásba viszi. My experience here has been that a lot of people major in the I am nobody category. Én úgy látom, hogy itt errefele az emberek inkább azt a kategóriát választják jobban, hogy én senki vagyok. I'm nothing. Semmi vagyok. You come to me. Can you pray for me? I'm nothing. Hogy utána imádkozni értem, mert annyira egy senki vagyok. You got that right. Hát ebben mégis igazad van. That doesn't encourage me, I know. Ez annyira nem bátorít. Hát igen. You know, I'm nobody. That's true. Hogy senki vagyok. Hát igen. But tell me I'm somebody. De valaki mondja már nekem azt, hogy valaki vagyok. And there are those who major, maybe this is you. You major on the I am nobody. És lehet, hogy rád is ez igaz, hogy te inkább erre hajlasz, és csak ezt hallod meg, hogy senki vagyok. I would say to a certain degree, that's good. To another side,
very dangerous. Bizonyos értelemben azt mondom, hogy ez egy jó kezdet, de önmagában ez nagyon veszélyes. I am nobody should always be partnered with. I'm special. Azt, hogy azt mondom magamról, hogy önmagamban semmi vagyok, mindig ott kell, hogy álljon a másik oldal, de Istennek különleges. Some Christians major on the I am special. Vannak olyan keresztények, akiknek az én nagyon különleges oldal Now, megy jól. That's not bad. És ez nem rossz, ez Until nem baj. Until addig. It's I am special because of me. Amíg ez odáig nem fajul, hogy annyira külön, én nagyon különleges vagyok, mert én különleges ember vagyok. I'm important. Hát én fontos vagyok. When the I am special is because of something who you are or you think, now it's dangerous. Amikor is a különlegességed abból fakad, hogy te milyen egyedi vagy, vagy amit te csináltál, vagy amit te értél el. We are meant to live every day of our lives with the knowledge of these two opposing truths. Az egész életünket, minden napját ezzel a két igazsággal, látszólag ellentmondásos igazsággal kell, hogy éljünk. I'm nothing. Hogy semmi vagyok. And so therefore bad things happen, well they happen to people that are nothings and that's me. So okay. Ha rossz dolog történt, rögtön megmagyarázzuk, right? Hát igen, az én életem egy semmi. Tudtam eddig is, hát ez csak bizonyítja, hogy. It's gotta happen to somebody, might as well be a nobody. Tehát a rossz dolgok úgyis a senkikkel történnek, hát én egy senki vagyok, ezért is történt velem but, ez. But to also partner that with, I am a special treasure of God. De ehhez hozzá kell tenned a másik oldalt, hogy én különleges kincse vagyok And Istennek. He loves me with an everlasting love. És ő örökké való szeretettel szeret engem. I have his favor. És teljes jó indulattal van irántam. But it certainly isn't because of who I am. De ez biztos nem azért van, ami aki én vagyok. Paul was able to balance these two in his life. Pál nagyon jól tudta egyensúlyba tartani ezt a kettő dolgot. And it's something that we need to learn as well. És ezt nekünk is meg kell tanulnunk. We need to learn that both of these are truths. Meg kell tanuljuk, hogy ez mindkettő igaz. God isn't making me a somebody. Isten nem valakivé akar formálni. I'm always a nobody. Én mindig senki vagyok. But in his eyes and before him I'm priceless. De ő előtte, az ő szemében hatalmas kincs vagyok. It's why Paul was able to deal with what he was able to deal with in his life. Ezért tudott. Or in his ministry, I guess. Pál mindazzal megbirkózni, ami az életébe őt érte, a szolgálatban érte. Look at verse 12. 12. vers. He said, "Truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance and signs, wonders and mighty deeds." Apostolságom ismertető jegyei a teljes álhatatosságban, a jelekben, csodákban és isteni erőkben nyilvánultak meg közöttetek. They should have been defending Paul because they had seen the wondrous things that God did through his life. Meg kellett volna, hogy védjék Pált már csak azért is, ami ilyen sok csodát és isteni munkát láttak Pál életében. Any minister would be smart to pray, God, just give me even a little tiny bit of what you did through Paul's life. Minden pásztor okosan imádkozik, ha azt kéri, hogy csak egy töredékét add meg és tedd meg az életemben, mint amit But I think that equal to whatever God did in the miraculous realm, certainly Paul couldn't do anything about that, right? És bármi is volt az, amit Isten ugye a csodák szintjén tett Pál életébe, ehhez Pál nem tudott hozzátenni. That was the evidence that God was with Paul. Ez egyértelmű Isten munkája volt, hogy Isten vele van. But the part I find fascinating is that Paul says, with all perseverance. De aztán hozzáteszi Pál, hogy és minden, hogy teljes álhatatosságban. Paul persevered through tremendous stresses and difficulties. Pál nagyon nagy álhatatossággal tűrte és végigment nagyon sok szenvedésen. I know more than one servant of the Lord who's quit because they just couldn't persevere anymore. Én több mint egy olyan szolgálóját ismerem Istennek, aki azért hagyta abba a szolgálatot, mert már nem bírta tovább. It was too much. I didn't put a, this is not what I signed up for. I can't take it anymore. Hogy ez sok. Én nem erre jelentkeztem. Ezt én nem bírom tovább. And I don't know any servant of the Lord who hasn't thought that at some point. If they haven't, they will. Én viszont ugyanakkor egy olyan szolgálóját sem ismerem Istennek, aki valamikor a szolgálatában ezt ne gondolta volna, hogy én ezt már nem bírom. But perseverance. De az álhatatosság. Perseverance is that recognition that God has called me to something and I have not been released from that. Hogy tudom, hogy Isten valamire engem elhívott, és még nem mondta, hogy abból más a feladat, hogy ahelyett más lenne. It's hard, it's difficult, but that's the way it goes. Nehéz és kemény a dolog, de tudom, hogy itt van az elhívás. How many shipwrecks would you need before you said it's time to write a book and stay on land?
Mihány haját, hajótörést kellene, hogy elszenvedjünk, hogy azt mondjuk, hogy oké, akkor erről most írok egy jó kis könyvet, és továbbiakban már csak úgy a szárazföldön maradok. Never get on a boat again, you know? Soha többé nem szállok hajóra. Just live a comfortable life on land. És egy kényelmes, nyugodt életet élek a szárazföldön. But Paul persevered. De Pál kitartott és álhatatos volt. How many shipwrecks would it take to shut him down? Hány hajótörés kellett ahhoz, hogy ő neki befogja a száját? We'll never know. Nem tudjuk meg. Because after three, he was still going. Mert három után is még ment. We'll never know what it was going to take. Nem tudjuk, hogy hány kellett because volna. Because he persevered. Mert álhatatos maradt. You see, if you understand that you're nothing, hogyha megértjük azt, hogy semmik vagyunk, then persevering is natural. Akkor az álhatatosság az valahol természetes. What else are you going to do? Mert mi más tehetnél? If you're something special in your own eyes, then persevering, why would I persevere? That should never happen to me. I'm something special, don't you know that? Ha te olyan különlegesnek látod magadat a saját szemedben, akkor jogosan felmerül benned, hogy én különleges vagyok. Ez nem jó, hogy ezek történnek velem. Miért kéne kitartsál? Paul in verse 13, he asked them a question. A 13. versben Pál megkérdezte tőlük valamit. For what is it in which you were inferior to other churches, except that I myself was not burdensome to you? Forgive me for this. Mert mi az, amiben a többi gyülekezethez képest hátrányba kerültetek, ha csak az nem, hogy én magam nem voltam terhetekre. Bocsássátok meg nekem ezt az igazságtalanságot. Paul's, this is very personal and Paul gets very sarcastic too. Ez itt elég személyes, és eléggé szarkasztikus is már Pál. But it's a great question. In what way are you inferior to any church, Paul asked? Megkérdezi tőlük, milyen módon is vagytok ti alacsonyabbak, alacsonyabb rendűek bármelyik gyülekezetnél? What are other churches doing that is so far superior to what God is doing in your lives? Mi az, amit a többi gyülekezetben Isten végez, ami annyival felettébb való ahhoz, amit a ti életetekben tesz? What in Paul would, ultimately he's asking the question, what have I done differently? Vagy tulajdonképpen azt is kérdezi Pál, hogy mit tettem én másképp? And then he says this, oh, except for this one area. És akkor hozzáteszi, hogy hát kivéve sorry, egy területet. I was not a burden to you. Hogy nem voltam a terhetekre. And what he's saying is, I didn't cost you any money. Ez azt jelenti, hogy egy filléretetek. Egy. Not even one. Semmibe se kerültem nektek. That's why there's no more filler, you know. Igen, sincs több filler, ez már. That's why they got rid of them, okay? Yeah. We couldn't use it in a story, we got rid of the filler completely, okay? Nem illik a történetbe, kivesszük. Let's say it again. No, just kidding. So, you know, you imagine, here's Paul, he's saying, listen, in what way are you any different than any other church? Oh, except I haven't cost you anything. Tehát, hogy miben vagytok ti kevesebbek, mint bármelyik más gyülekezet? Az, hogy semmiben nem kerültem nektek. I'm so sorry. Annyira sajnálom. It's total sarcasm here. Itt nagyon I'm so sorry that I was not any burden to you financially. Tehát annyira sajnálom, hogy ilyen olcsóba kerültem nektek. I mean, what would any church say today to that? They'd say hallelujah. Erre mit mondana ma bármilyen gyülekezet, hogy hallelujah. I mean, if we could get the Apostle Paul to come and pastor here for free, hogyha meg tudnánk szerezni Pál apostolt, hogy ő itt pásztoroljon minket ingyen. I vote again. Én azért igennel szavaznék. It's free. It's Paul. És ingyen van. You know? És Pál. And he says, I'm not going to cost you anything. És ő is ezt mondja, hogy semmibe nem kerültem nektek. It's hard for the Corinthians to believe that. Ezt a korintusiaknak így nehéz felfogni, megérteni. We'll talk about that in a minute, but don't we get used to people can say what they say, but we really know that they always have an ulterior motive. Tehát néha az emberek mondják, amit mondanak, de tudjuk, hogy mögötte valami más motiváció van. Verse 14. 14. vers. Now, for the third time I'm ready to come to you, and I will not be burdensome to you, for I do not seek yours, but you. For the children ought not lay up for the parents, but the parents for the children. Íme most kész vagyok harmadszor is elmenni hozzátok, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket, magatokat kereslek. Mert nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. And I will very gladly spend and be spent for your souls, though the more abundantly I love you, the less I am loved. Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt magamat is feláldozom a ti lelketekért, ha én titeket ennyire szeretlek, ti kevésbé szerettek engem. This is very personal now. Ez itt most már nagyon személyes. Paul saying, listen, the more that I'm showing you love, the more you're pushing away from me. Azt mondja Pál, minél jobban kimutatom a szeretetemet, ti annál inkább eltoltok. Now we understand why there's such an urgency in Paul's letter here.
Most már értjük, hogy miért olyan sürgető, mi a sürgető ebben Because a levélben. He says, I'm planning to come to you. Mert ott van, hogy tervezem, hogy megyek hozzátok. And it'll be my third visit. A harmadik alkalommal First time he started the church. Először alapította a gyülekezetet. The second time he tried to correct the church. Második látogatásán próbálta helyre állítani, ami nem volt jó. That was a nosedive, that didn't work out. De nem túl jól jött össze a dolog. And so he's written a couple letters. Írt egy pár levelet. And now he's hoping to come to them. És most abban bízik, hogy eljut hozzájuk. But and I find this a little bit interesting. És ez számomra egy kicsit érdekes. Because we often say, well, if we want to resolve this, we have to do it face to face. Hogy a legtöbbször azt mondjuk, hogy ha valamit meg kell oldanunk, akkor azt szemtől szembe csináljuk. For Paul, it wasn't possible right then. De Pálnak ez akkor ott nem adatott meg. And he says, I don't want to deal with this face to face. I want you to deal with this now, so that when I see you, it'll be all about just joy and rejoicing. Pál azt mondja, hogy szeretném, ha ti szembenéznétek ezzel most, és ezt lerendeznétek magatokban, hogy amikor találkozunk, addigra ennek már ezzel már ne kelljen foglalkozni, és csak az öröm maradjon a találkozásunkban. Paul says, I am not seeking yours, but you. Tehát azt mondja, hogy nem a tiéteket keresem, hanem titeket. I don't want anything from you, he says. Azt mondja ezzel, hogy én semmire nem vágyom tőletek. And that phrase right there should be the phrase of every servant of the Lord. És ez kell, hogy a fő mottója legyen minden szolgálójának Istennek. I do not seek yours, but you. Hogy nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat keresek. The Corinthian false teacher, or these false teachers in Corinth, were looking to embedder themselves through the people. Tehát ezek a Korintusban levő hamis tanítók azt akarták, hogy az embereken keresztül magukat tegyék nagyobbá. And that is not the ministry that God is calling us to. De Isten nem ilyen szolgálatra hív el minket. This is not how Jesus came to us. Jézus nem így ilyen módon jött hozzánk. And I honestly believe this is such a difficult thing for many of us to get. És azt hiszem, ez sokunknak nagyon nehéz felfogni. Because we live in a world where there's always an ulterior motive. Mert egy olyan világban élünk, ahol az emberekben nagyon sokszor van egy másodlagos, mögöttes motiváció. Somebody compliments you, you know you're waiting for them to finish the sentence. Amikor valaki megdicsér, már csak várod olyan mondat másik felét, hogy befejezzék, és hogy kiderüljön, hogy mit is akarnak tőled. How much will it cost me? Hogy ez mennyibe fog kerülni nekem. You know, and so we're always there's always the second guessing, and it's just a part of living in a sinful world. És valahol az emberben ott van egy kétel, mindent megkérdőjelezünk, mert egy ilyen bűnös világban élünk. But we bring that mentality into our faith in Jesus. De ezt bevisszük a Krisztusba vetett hitünkbe is. And it's wrong. És ez nem helyes. Because Jesus did not come for anything from you. He wants nothing from you. Mert Jézus nem azért jött, hogy bármit is akarjon tőled. What could ami a you give tiéd. Him? Te mit adhatnál neki? What could you and me offer God that he doesn't have? Mit adhatnánk mi? Mit ajánlhatnánk Istennek, ami már eleve nem az övé? Why did Jesus come to the earth? Miért jött el Jézus a földre? Why did he die on a cross? Miért halt meg a kereszten? To have fellowship with you. Hogy veled közösségben legyen. He paid a price for our sins. Ő kifizette az árat a bűneinkért. So that we could have fellowship with Almighty God. Hogy aztán közösségünk lehessen a mindenható Istennel. There's no benefit from God's perspective. Ebből az Isten szempontjából számára ebből semmi nyeresség nincs. There's nothing he gets from you. Semmit nem kap tőled. But your sins. Csak a bűneidet. Your pains. A fájdalmadat. When we get to heaven, it says he'll wipe away every tear. That's what he gets. Amikor a mennybe jutunk, azt mondja, minden könnyünket eltörli. Ezt kapja ő. We always focus on what we're gonna get. Mert mindig arra figyelünk, hogy mi mit kapunk. What does he get? De mit nothing. Kap ő? Semmit. He came simply for you. Ő azért jött. Ő egyedül érted jött el. To have fellowship with you. Hogy közösségben legyen veled. Not because you could do anything for him. Nem azért, mert te bármit is meg tudsz majd tenni érte. I was just holding that little Máté right there a few minutes ago. Ahogy fogtam ezt a kisfiút, Mátét pár perce. What did he do? Ő nothing. Mit tett? Semmit. It's really cute. Csak egyszerűen cuki. That's all he's supposed to do. Ennyit kell tennie. That's all babies do. Egy kisbabának ennyi a feladata. Last night Joy and I were at some friends and they have a little baby. Egy barátunknál voltunk tegnap Joy-jal, és nekik is van kisbabájuk. And so we were fighting, me and Joy. És Joy-jal küzdöttünk egymással. We fight over who gets to hold the baby. Megverekedtünk, hogy ki is foghatja a kisbabát. She always wins, by the way, just to mindig be clear. Mindig ő nyer, mindig a Joy nyer.
It's unfair. I'm just complaining. Okay. Csak panaszkodok. You know, because why? You want to hold this little baby. Now, what is that baby going to do for us? De egyszerűen csak szeretnénk tartani azt a kis babát. Miért? Mit tud ő adni nekünk? Nothing. Semmit. Just be cute. Egyszerűen csak csodálatos. What does God get from you? Isten mit kap tőled? Nothing. Semmit. He's not wanting anything. Nem akar tőled semmit. He's not seeking yours, he's seeking you. Nem a tiédet keresi, hanem téged. And the Apostle Paul understood this. És Pál apostol ezt értette. And he made this his ministry. És ez lett az ő szolgálata. Okay, if that's the way Jesus did it, then that's the way I'm going to do it. Ha Jézus így tette, akkor én is így fogom. Well, but how are you going to live, Paul? De Pál, akkor hogy fogsz megélni? Well, I'm just going to do what Jesus did. Hát azt fogom tenni, amit Jézus. Well, but is this practical? De ez gyakorlatban működik? No, is it a practical thing to live that way? Ja, hogy ez egy praktikus életvitel így? No. Nem. But did it work? Yes. De működött? Igen. And so Paul said, I don't want anything from you. És Pál ezért is mondja, hogy én nem akarok tőletek semmit. I'll do my own job, I'll do whatever I can just to bring Christ to you. That's it. Én végzem a magam munkáját, megkeresem a magam kenyerét, hogy elhozhassam nektek az evangéliumot. What do you really want? Ja, persze, de mit akarsz igazából? And we can become so cynical. És olyan cinikussá tudunk válni. And let's be honest. Christians have disappointed us. És legyünk őszinték, keresztények már sokszor okoztak csalódást. Churches have disappointed us. Gyülekezetek okoztak csalódást. But Jesus has never disappointed. De Jézus soha nem okozott csalódást. He doesn't want anything but you. Ő nem akar mást, csak téged. He'll never ask anything more but you. Semmi többet nem kér, csak téged. He will not embetter himself on your back. Ő nem a te hátadon akar magasabbra állni. You, it'll be the opposite. You will embetter yourself. Pont fordítva. Te leszel nagyobb, hogy ő hozzátartozol. Paul understood this. És Pál ezt értette. And he understood that the children should not lay up for the parents, but the parents for the children. És ezért írja aztán tovább, hogy nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. When we go to the store, amikor megyünk a boltba, Hannah always wants to get a little pitchish. Anna mindig szeretne egy túrorudit. She wants one, you know, and so she'll big eyes, you know. Can I have a? Nagy szemekkel, így könyörög. Yeah. Hát kér egy túrorudit. So she gets one. És akkor kap is egyet. And when the you know cashier says, you know, it's going to cost this much. És amikor megyünk fizetni, ugye a pénztáros mondja az árát. I've never looked at Hannah and said, pay up. Akkor sosem vártam és néztem Hannára, hogy na akkor most fizesd is ki. You want it, you pay for it. Hát te akartad, akkor fizesd. Oh, you don't have any money? Let's take that off. Jó, hogy nincs pénzed? Hát akkor ezt visszarakjuk. Gonna learn a hard lesson, honey. Hát you know? Nehéz, kemény lecked, de meg kell tanulni. Life's hard and you have to pay for túrorudi, okay? Az élet kemény dolog, a túrorudikért fizetni kell. And you don't have any money? Ha nincs pénzed? It's a hard world, honey. It's a hard world. Kemény. Nagyon kemény no, világ ez. No, I pay for it, always. I've never asked them to pay for those things. Természetes, hogy apaként én fizetek érte. Sose kértem volna, hogy ő fizessen. I've told you this before, it's one of my greatest joys of getting to be with my dad. Whenever we go out to eat, he always buys. És ezért már mondtam nektek, nagyon szeretek apukámmal együtt lenni. Akármikor, vagy együtt vagyunk, mindig ő fizet. Okay. Hey, you want to go out to breakfast? Sure. And then, you know, the bill comes and I always do the fake, like pulling out my wallet. Amikor elhív, menjünk reggelizni? Ó, boldogan. Aztán, amikor jön a számla, persze én is húznám elő a tárcámat, vagy úgy csinálok. It's a routine, you're supposed to, if you don't, you know, who knows. Ez így illik, és eleve and then kell he ajánlani. Says, oh, put your money away. És rögtön know. Mondja, hogy tedd már el a pénzedet. Okay. Hát rendben. It's totally empty, by the way. There's amúgy no tök üres, de... Faith, you know, faith in your parents, you know. Hát ez hitben járok a szüleimmel kapcsolatban. You know, right? Because I mean, I'm an adult and all, but it's my dad. Tehát felnőtt vagyok, de még mindig apukám fia, gyereke vagyok, úgyhogy. You know, and Paul is a mature parent in this sense. És ilyen értelemben Pál is egy érett szülő. He's not expecting from them anything. Ő semmit nem vár el a korintusiaktól. He knows that he's just going to be. It's going to all be about giving. Tudja, hogy az egész arról fog szólni, hogy ő mit ad. The more I am loved, the less I am loved. The more I love, the less I am loved. Hogy minél jobban szeretek, annál kevésbé szeretnek viszont. Honestly, what parent believes that they've received equal appreciation to what they've given? Hány szülő várja azt el, hogy legalább olyan mértékben elismerjék a dolgait a gyerekei, mint amennyien nagy szeretettel meg odaszánással adja. I don't know, maybe there's some out there, I don't know. Lehet, hogy van, aki méri ezt, de... That's not the goal, is it? De hát nem ez a cél. The goal isn't to give so much and get it
equally back. Nem az, hogy kimérünk ennyi szeretetet és várjuk, hogy ugyanannyi bejöjjön. No, you look at that beautiful child of yours at any age and you say, it's my joy to give to them. Hanem az ember ránéz a gyönyörű gyermekére bármilyen életkorú legyen is, és azt érzi, hogy örömmel tesz értük. It's my joy to, you know, I'm not expecting from them at all. Örömmel adok, és nem várok semmit tőlük. And Paul was able to be the you know, the mature adult in the relationship here. És ebben a kapcsolatban Pál az érett felnőtt. He said, I'll very gladly be spent for your souls. És azt mondja, hogy én örömmel leszek áldozatul. Paul didn't resent the lack of support from the Corinthians. Tehát ezt a fajta támogatásnak a hiányát a korintusiaknak nem rója föl Pál. He knew it was going to be one-sided. Tudja, hogy egyoldalú ez a dolog. And he was okay with that. És ebbe ez melefér. And that's a part of perseverance, isn't it? És valahol ez is az álhatatosságából fakad. If God puts it in your heart to serve him in any capacity. Hogyha Isten a szívedre helyezi, hogy őt szolgáld bármilyen mértékben is. You really have to get out of your mind the idea that you will be appreciated to the level you believe you should be. Akkor el kell felejtsed azt, hogy legalább olyan mértékben értékelni fogják, amit csinálsz, mint amilyen szinten te ezt elvárnád, hogy elképzelni. If that's the goal, quit before you start. Mert ha ez a célod, akkor jobb, ha el se kezded. C.T. Studd, missionary to Africa, said this. C.T. Studd egy misszionárius volt Afrikában. If Jesus Christ be God, hogyha Jézus Krisztus az Isten, and he died for me, meghalt én értem, then no sacrifice can be too great for me to make for him. Akkor semmilyen áldozat, amit én hozhatok, nem túlzó, nem túl nagy ő érte. Paul knew the spirit of those words. És Pál pontosan érti ennek ezeknek a szavaknak a lényegét. This was his heart. Ez volt az ő szívében is. And so he could serve these believers. Ezért tudta így szolgálni ezeket a hívőket. And not get anything back, but a headache. Úgyhogy semmit nem kap viszonzásul, maximum fejfájást. Just be okay with that. És hogy ő ezzel ő megnyugodott, ebbe belenyugodott. Okay, they're not going to love me the way I wish. Okay, nem fognak úgy szeretni, ahogy remélném. But I'm serving the Lord. De én az Urat szolgálom. And I'm giving myself for them, and I have no other motive, but they're good. És én önmagamat is odaáldoznám értük, és csak az ő javuk van előttem, az ő motivációmban. Verse 16, Paul says, but be that as it may, I did not burden you, nevertheless being crafty, I caught you by cunning. 16-os vers. Ám legyen, én nem voltam terhetekre, de ravasz ember lévén csellel foglak meg titeket. I own you because I never expected anything from you. Hogy elfogtalak titeket, mert igazából én soha nem vártam semmit viszonzásul. These false teachers were saying, Paul wants something. A hamis tanítók azt mondták, hogy biztos Pál akar valamit. You just wait. At some point, he's going to hit you with it. Hogy csak várjátok ki a végét. Egyszer csak előbukkan, mi van e mögött. Quite often carnality reveals itself through a cynical attitude. Sokszor a testiességünk egy ilyen cinizmusban nyilvánul meg. It's not just out and out sinful behavior. Nem mindig nyílt bűnös viselkedés. But it's just a general attitude of cynicism. Hanem egy általános cinikus hozzáállás. It's a general attitude that says I'm not really trusting God. Amivel is azt mondja, hogy igazából annyira nem bízom Istenben. That's carnality. Ez is testiesség. It's reliance upon the flesh and not the spirit of God. Amikor is a testünkre hagyatkozom, nem Isten lelkére. In 2 Kings chapter 6, I believe. A kettő királyok hadban. When the city of Samaria was under was being besieged. Amikor Samária városát körbevették. The city was in such a bad place that some of the people were resorting to cannibalism. Akkor kiéheztetni akart az ellenség a várost, és olyan szintre süllyedt már a szegénység meg az éhínség, hogy kannibalizmusra adták a fejüket. But the prophet of God said in 24 hours there's going to be food enough for everyone. De Isten prófétája azt prófétálta, hogy 24 órán belül mindenkinek bőven lesz étele és itala. The city official heard this. Ezt az egyik tiszt hallotta a said, városban. Even if God were to open windows in heaven, this thing couldn't happen. Hogyha Isten meg is nyitná az égcsatornáit, ez nem történne meg, nem történhet meg. Now that's a strange comment coming from a Jewish city official. Ez azért elég furcsa megjegyzés egy zsidó városi vezetőtől. Whose history was that in the wilderness, God opened windows from heaven and dropped food for his people every day. Aki biztos ismerte a történelmét, hogy igenis Isten a pusztaságban minden nap megnyitotta az égcsatornáit, az eget, hogy ételt adjon. Nah, it can't happen, na, he says. Ilyen nem történhet meg. And the prophet said to him, you will see it, but you will not eat it. És a proféta azt mondta, hogy meg fogod látni, de nem fogod megtapasztalni, nem fogsz enni belőle. 24 hours later.
24 órával később. God brought deliverance. Isten elhozta a szabadulást. The food was just outside the gates. És a kapukon kívül ott volt az étel. And the city official tried to keep order. És ez a városi vezető próbált rendet tartania. There's no order for hungry people. Az éhes emberek között, akik próbálták ugye az ételt megközelíteni. He saw the provision of God, but he was trampled to death. Látta, hogy az Isten gondoskodását, de a tömeg halálra taposta. And honestly, listen, no, I hope none of you are trampled to death, but I do believe this happens. És én remélem egyik őtöket se fogják halálra taposni, de azt gondolom, az történhet. When we have a cynical attitude, hogy amikor ilyen cinikus hozzáállásunk van, what we're saying is, oh, I know it could happen, but it won't. Hogy hát persze, tudom, történhetne, de nem fog. It won't happen to me. Velem nem fog. I think there's a lot of Christians who are saying, yeah, I know God can do whatever he wants, but he won't for me. Sok keresztény mondja azt, persze, tudom, Isten ezt megtehetné, de nem nekem. And so there's this just general expression of carnality. Ez is egyfajta testiességnek az általános kifejezése. I'm going to trust in me because God isn't doing anything. Én inkább magamban bízom, mert Isten értem nem tesz dolgokat. Dangerous, dangerous place. Ez egy nagyon, nagyon veszélyes hely. That's where the Corinthians were. Ilyen helyen voltak a korintusiak is. Paul was concerned for how easily swayed these Corinthian Christians were. Pál az aggasztotta, hogy a korintusi híveket milyen könnyen el lehetett téríteni. Verse 17, he says, did I take advantage of you by any of those whom I sent to you? 17. vers, vagy valamelyik küldöttem révén csaltalak meg titeket? I urged Titus and sent our brother with him. Did Titus take advantage of you? Did we not walk in the same spirit? Did we not walk in the same steps? Megkértem Tituszt, és vele együtt küldtem el azt a testvért is. Csak nem Titus csalt meg titeket. Nem ugyanazon lélek szerint jártunk. Nem ugyanazokon a nyomokon. Again, do you think that we excuse ourselves to you? We speak before God in Christ. We do all things, beloved, for your edification. Régóta azt gondolhatjátok, hogy mentegetőzünk előttetek. Mi azonban Isten színe előtt a Krisztusban beszélünk, mindazt pedig szeretteim a ti épülésetekre. For I fear lest when I come I shall not find you as such as I wish, but that I shall be found by you such as you do not wish. Lest there be contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, backbitings, whisperings, conceits, and tumults. Mert félek, hogy amikor megérkezem, nem olyannak talállak titeket, mint szeretnélek, és ti olyannak találtok engem, amilyennek nem szeretnétek. Félek, hogy viszálykodás, irítség, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, felfúvalkodás, pártoskodás lesz közöttetek. Lest when I come again, my God will humble me among you, and I shall mourn for many who have sinned before and have not repented of the uncleanness, fornication and lewdness which they have practiced. Úgyhogy amikor oda megyek, ismét megaláz engem az én Istenem nálatok, és megsiratok sokakat azok közül, akik korábban vétkeztek, és nem tértek meg abból a tisztátalanságból, paráznaságból és kicsapongásból, amelyet elkövettek. Paul says very clearly in verse 19, I am serving the Lord for your edification, and that's it. 19-es versben Pál mondja, hogy én Istent szolgálom, titeket szolgálnak a ti javatokért. Just, I want you to be built up. That's it. That's what he says. A ti épülésetekre, ez a célom. That was his whole goal. Ez az ő fő célja. And of course, there at the end, I just want you to notice what it is that Paul was looking for. És lássuk meg a végén, hogy mi az, amit Pál keres, mire Paul vágyik. Paul was not looking for a perfect church. Ő nem egy tökéletes gyülekezetet vár. You know, you're horrible and be better. Hogy ti borzasztóak vagytok, szedjetek már össze magatokat. You better be better before I get there. Hogy jobb, ha összekapjátok magatokat, mielőtt odaérek. Otherwise you'll embarrass me. Vagy így zavarba hoztok engem, szégyenkeznek kell miattatok. And he says, I don't want to be humble, you know, I don't want to be humbled among you. Ezért mondja ezt, hogy nem akar, hogy megaláz, ismét megaláz engem az én Istenem nálatok. What he's saying there is, I know who you are. I know that you understand these things. Ő azt mondja, prove tudom, right. Kik vagytok. Tudom, hogy ismeritek ezeket az igazságokat. Kérlek, hadd legyen igazam. There is no perfect church. Nincs tökéletes gyülekezet. In as much as there's no perfect person. Ugyanúgy, hogy nincs tökéletes ember. That's not the goal. Nem ez a cél. What was it that Paul was really looking for? Mi az, amit Pál igazán szeretett volna látni bennük? Repentance. A bűnbánatot. That was the whole issue. Ez a fő kérdés. Not that they were meant to be perfect. Nem az, hogy nekik tökéletesnek kell lenniük. But that they were to be repentant people. Hanem hogy hajlandóak megvallani a bűneiket. So if you know that you're nothing. Ha te tudod, hogy senki vagy. And you are serving with no agenda. És nincs semmilyen külön célod. And living with no agenda. És nincsenek semmi külön háttér napirendi pontjaid, amit el akarsz érni. Then when you are wrong. Amikor te when you commit a sin, amikor aztán hibát követsz el, vagy vétkezel, you can just repent. Akkor egyszerűen megtérhetsz abból, megvallhatod Istennek. I'm nothing. Hogy Uram, semmi vagyok. And so I can be wrong.
És igen, és vétkezhetem. So I don't have any pride to, you know, I don't have anything to hold on to or anything to prove to anybody. Nem kell kapaszkodnom valamiben, nem kell bizonygatnom magamat mások előtt, vagy hogy valaminek tűnjek. I have a friend who he's a pastor of a big church back in California. Van egy barátom, aki Kaliforniában egy nagy gyülekezetnek a pásztora. And he was an elder in a church. Amikor a vén volt a gyülekezetben. And they were having a service and where it was kind of like a response time of a service. You could come up for prayer. Egy Isten tisztelet volt, és egy ilyen utána lehetett előre jönni, imádságot kérni. And they were kind of working through, so the pastor was saying, hey, if you're struggling with this thing, then come and let us pray for you. Tehát különböző dolgokról beszélt a pásztor, és azokért a dolgokért imádkoztak azokkal az emberekkel, akik ezt igényelték. And they were saying, if you feel like you haven't been honest with your taxes and those things, I think some of you are supposed to repent of that and get right with the Lord. And the Lord spoke to his heart. He's sitting there and the Lord said, that's you. És aztán a pásztor azt mondta, hogy azok, akik esetleg avval küszködnek, hogy tudják a szívükben, hogy nem volt teljesen tiszta az adóbevallásuk, az adókat, nem minden részletét fizették be, vagy mindent, aki ezt úgy érzi, hogy Isten a szíve helyezi, az jön előre, és ő érezte, ez a barátom, mint vezető, gyülekezet vezető, hogy ez ő is. And he sat there and he's like, Lord, I can't go forward, I'm an elder. És azt érezte, hogy én nem mehetek előre imádságot kérni, én egy gyülekezeti vén I'm vagyok. Somebody. Én valaki vagyok. I can't go up. I can't go. Nem mehetek ki. He's just fighting with God. Küzdött, harcolt Istennel. The Lord's telling him, this is for you. If you want to do anything else with me and for me, then get up. És Isten mondta neki, hogy ez rólad szól. Neked kell menned. Ha szeretnél velem így előre menni továbbra is, most oda kell menned. Well, he's wrestling with God. What he didn't realize is the pastor had moved on to another area, another issue. És amíg így küzdködik magába ebben a témában, elmulasztotta a lehetőséget, mert a lelki pásztor egy újabb területet hozott, amiért imádkoznak. It's a lot more personal, intimate issue. Ami egy sokkal bensőségesebb, személyesebb kérdés volt már. And so he finally just said, okay, fine, God, I'll get up. And he stands up right then. És amikor eldöntött, hogy jól van, Uram, legyen, és akkor fölállt. And then he realized that, and then he heard what the pastor was saying. És aztán meghallotta, hogy mi volt az elhívás erre, milyen imádság. He realized everybody's looking at him now. Rádöbbent, hogy minden szem rá tekintett. Big-eyed, like, oh my gosh. Nagy csodálkozó szemek, hogy húha. And he said everything in him at that moment wanted to act like he was just standing to pray with people if they needed prayer, Elmesélve mondta, hogy abban a pillanatban szeretett volna úgy csinálni, mintha tökéletesen természetesen, hogy fölállt imádkozni emberekért, ő is. But he said, I should have gotten up earlier. És csak annyit mondott, hogy bocs, kicsit korábban kellett volna felállnom. We're nobodies. Semmik vagyunk. We need to not think that repentance should be some big thing. It shouldn't be. Nem kell azt éreznünk, hogy a megbánás, a bűnbánat az valami különleges nagy dolog. Az nem. Az egy ajándék. 16th president of the United States, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, Amerikai Egyesült Államok 16. elnöke. As they were engaging in a particular battle. Mielőtt egy konkrét harcban, csatában indultak volna. One of his advisors said this. Az egyik tanácsadója azt mondta neki. Mr. President, we need to hope that God is on our side. Azt mondja, elnök úr, remélnünk kell, hogy Isten a mi oldalunkon van. And he said, no, sir. We need to be certain that we are on God's side. És erre azt mondja, nem uram, nekünk kell biztosra mennünk, hogy Isten oldalán állunk. And that's the issue. Hát ez a lényeg. That's the issue for you and me. Ez a lényeg a mi életünkben is. Not that we would say, hey, I pick God to be on my team. Nem mi választjuk Istent, hogy ő az én csapatomba jön. But that we would be on his side. Hanem hogy lássuk, hogy mi az ő csapatában játszunk. And so when we err, we acknowledge it. Yeah, I was wrong, but I'm on God's side. I'm going to get back on God's side. Amikor hibázunk, amikor vétkezünk, akkor is tudhatom, hogy hoppá, ezt elrontottam, de megbánom, és én ugyanúgy Isten csapatához akarok tartozni. I want to encourage you this week. We've talked about a lot this morning. És arra bátorítalak benneteket, hogy ezen a héten is most reggel sok mindenről beszéltünk. Process it. Dolgozzátok ezeket fel. Ask the Lord to help you. Kérjétek az Istent, and hogy ebbe segítsen. See how and where you can apply these truths into your life. Kérjétek meg, hogy mutassa meg, hogy ti hogyan alkalmazhatjátok ezeket a különböző igazságokat az életetekben. Let's pray. Imádkozunk. Father, I thank you for your word. Atyám, köszönjük az igédet. I pray that those things that are of you would take and they would bear fruit in our lives. És kérlek, Uram, hogy mindezek a dolgok, amiket mondasz nekünk, ezek gyümölcsöt teremjenek az életünkben. Bless and help your people, Lord. Kérlek, áld meg és segítsd meg a te népedet. We want to be on your side. Mi a te oldaladon akarunk állni. We want to go in the direction that you're going in. És arra szeretnénk menni, amerre te mész. Because yes, we're nothing. Mert igen, mi semmik vagyunk. But we are so
precious in your sight. De a te szemedben, Uram, olyan értékesek és különlegesek vagyunk. That you would give your only son for us. Hogy te az egyszülött fiadat odaadtad értünk. We've been loved with an everlasting love. Egy örökké való szeretettel vagyunk szeretve. Help us to see these things, Lord. Uram, segíts ezeket látnunk. In our lives. Az életünkben. This week. Ezen a héten. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. God bless you guys. Isten áldjon benneteket.